Voltak, akik vidáman, de a legtöbben nagy izgalommal indultak neki a magyar érettséginek hétfőn reggel. A Ciszterci Szent István Gimnázium aulájában már jóval 9 óra előtt a tudásukat felelevenítve gyülekeztek a végzősök, akikhez az iskola igazgatója is szólt néhány biztató szót. Mindenkire büszke vagyok, egyenként mindenkire. Úgyhogy nagyon szépen meg fogjátok csinálni ezt a mai napot is. A magyar érettségi nagy változásokon esett át az idei évtől, nagyobb lesz a hangsúly a tárgyi tudás ellenőrzésén. Éppen emiatt voltak, akik tartottak a feladatoktól, de voltak olyan diákok is, akik pozitívan álltak hozzá. Sajnos sokkal nagyobb és több lexikális tudásra van szükségünk. Eddig az érvelő szövegértésnél volt az embernek egy kisebb IQ-ja és egy kis értelmisége, akkor már simán meg tudta oldani magasabb pontszámra is most. Nagyon sok költőt, évszámot, memoritereket, kötelező olvasmányokat, stílus, stilisztikában mindent be kellett magolni, és meg kellett tanulni. Nem az erősségem a magyar, de igyekeztem. Egész jól érzem magam. Pozitív reményekkel állok a magyar érettségihez. Talán ezt érzem, hogy az egyik legkönnyebbnek az érettségik közül, amiket most majd teszek a következő időszakban. Szóval a felkészülésnek hála, most úgy vagyok vele, hogy szerintem most már csak be kell menni, és meg kell csinálni. Első résznél semmit se nem használsz. Egy rövid eligazítás után pontban 9 órakor kezdődött a magyar írásbeli vizsga, melynek kitöltésére összesen 4 óra állt rendelkezésre. Az első feladatsorban egy 20 pontot érő irodalmi teszt került a diákok elé, majd egy témakifejtő esszét lehetett választani. Az írásbeli második része továbbra is fogalmazás feladat. A Ciszterci Gimnáziumban 101-en adtak számot tudásukról. Magyarból, amit nem tudunk és új lesz többek között, hogy a szövegalkotási feladat helyett egy lexikális tudást jobban mérő feladatsor lesz. Tehát erre mi visszamenőleg nem tudtunk így készülni, ez most új, és hát mi is azért bizakodva vártuk. Ahogy a gyerekeket elnéztem, azért több arcán volt mosoly és jókedv, hogy pillanatnyilag még így örültek egymásnak, örültek a közös találkozásnak, de aztán figyelve, hogy a tanterembe leültek, az látszott, hogy oda koncentrálnak most már a feladatra. Az eduline.hu értesülései szerint a magyar kultúra egyik szerzőjének könyvekről szóló szövegét kapták a diákok az érettségi első részében, de feltűnik a feladatlapon az Antigone és Ady Endre is. Kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok, ezután pedig az idegen nyelvi vizsgák következnek. Csütörtökön angol nyelvből, pénteken pedig német nyelvből adnak számot tudásukról a végzősök.